hordozóval elégetőség azért néhány dolog, mint izotóniás jött a energia felett, vagy valami energia zsari. Ebben nem teljesen értek egyet, mert szerek még a videós módon nem testépítő szerek, hanem mondjuk probiotikum vagy rugosító szerek, az érektelenítő, ezek nyugodtan használható, különösen értelek az értelkei szakszerek kombinásában. Mit gondol, egy ilyen eset mekkora kárt okoz, nem csak a magyar kajakkenu sportnak, hanem egyáltalán a magyar élsportnak, hiszen egy szülő nyugodtan mondhatja ezt, hogy ezek után miért adjam én a gyerekemet kajakosnak, vagy miért vigyem le az úszodába, vagy bárhová, hiszen valószínűleg úgymond dopingoltatják. Hát lehet ilyen véleményű, de a másik oldalon nézzük, akkor meg arról győzheti meg az úri közönséget ez az eset, hogy a magyar doping ellenőrzés helyén van.